A táborban jó részt vadásztársak gyermekei, unokái vettek részt, összesen 27-en. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy augusztusban az őzeknek van az üzekedése, amikor a bakokat lehet hívni. Tehát erre van egy speciális eszköz, az úgynevezett őzbútoló, amivel akár a gidának a vészsirálmát, a vészhangját tudjuk utánozni, vagy pedig a gidáját hívó sutának a hangját, és ez gyakorlatilag azzal jár, hogy a baknak fölkeltjük az érdeklődését, és egész közelre bemegy a hívó hang közelébe, és ugye ezt a látványt, ezt szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, illetve ezt tudjuk bemutatni a gyerekeknek egy ilyen tábor alkalmával. És ezért kapta a nevet egyébként ez is a tábor, hogy őszhívó tábor. Eredetleg úgy volt meghirdetve a tábor, hogy a vadász társainknak a gyermekei fognak részt venni, illetve az ő ismeretségi körükbe, de végülis az interneten elkezdett terjedni is, vagy ismerősök beszéltek egymásnak, meséltek egymásnak erről a táborról, így olyan gyerekek is belekerültek a táborba, akik egyébként az első információk alapján nem voltak azonnal a vadásztársákhoz, vagy a vadásztársainkhoz köthetőek, de egyébként, mint utólag kiderült, azért, mint kiderült, távolabbi rokonok, nagyszülők valamilyen módon azért csak kötődtek a vadásztáborhoz, tehát próbáltuk ugye a jövendő nemzedéknek megszervezni ezt a tábort az utánpótlásnak. A tábor ottalvós volt, óvodásoktól kisiskolásokig, de a katonai sátrat most mellőzték, épületben volt az alvás. Eredetileg a tábort ilyen sátorba terveztük, katonai sátor lett volna felállítva, ilyen nagy egyterű sátor, csak ugye jött az időjárás változás augusztusra, amit már korábban is mondtak, és pont a gyerekek, meg hogy kisebb gyerekek is jelentkeztek, nem mertük, vagy nem akartuk bevállalni azt, hogy esetleg megfázás, vagy valamilyen betegség legyen belőle, ezért maga az alvás helyszín az a vadászháznak a nagy terme lett kiürítve és berendezve szálláshelynek, alvóhelynek. A tábor alatt volt éjszakai bátorságpróba, éjszakai megfigyelés, volt csónakázás is, azaz sok-sok kellemes és izgalmas program várta a kicsiket. Sok változatos programot terveztünk a gyerekeknek, amit részben a vadásztársaság tudott teljesíteni, ugye ilyen volt például az őzbakok megfigyelése, az ősz behívása, de nagyon sok támogatást kaptunk egyébként szülőktől, illetve egyes vállalkozóktól is, tehát itt meg tudnám említeni Mészáros Zsoltot, aki az ő programját tudta biztosítani, de másféle támogatást is kaptunk, például Fülöp Gábornék részéről, de meg tudnám említeni a Sütő Kézilabda iskolát, akik támogatták a tábort, illetve meg szeretném említeni azért, és köszönetet is szeretnék mondani azoknak a nagyobb támogatóinak is, a megyei önkormányzatnak, illetve a Madarász Imre Egyesített Óvodának, aki egyébként a gyerekeknek biztosított játékokat, fekvőhelyet és olyan dolgokat, ami segítette a programoknak a lebonyolítását. A gyerekeknek ugye egy nagyon nagy élmény volt, hogy láthatták, hogy a Tisza-tó milyen élővilággal rendelkezik, és a nagyon felkészült túravezetők nem csak a magáról a élővilágról beszéltek, hanem ott ugye szóba került magának a Tisza-tónak a kialakítás, hogy ez eredetileg ugye egy víztározónak készült, és hogy ez később hogyan alakult át egy tóvá, ami most jelenleg a jelenlegi formájában turisztikai célpont is, meg élővilág szempontjából is. És itt még egy váratlan meglepetés várt egyébként a gyerekeket, ugyanis az egyik kikötőben egy rendőr motorcsónak várt minket, ahol a gyerekek átülhettek a motorcsónakba, és egy kört, nagyobb kört mehettek ott a Tiszatavon, illetve az adott területen, ami egyébként elmondom, hogy a kísérő szülőknek is nagy örömet és nagy élményt okozott. Én magam is kipróbáltam, és tényleg egy nagy élmény volt egy ilyen sebességű motorcsónakkal közlekedni a vizen. Éjszakai bátorságpróba. Ez egy érdekes program volt abból a szempontból, hogy próbára tettük főleg inkább a kicsiknek a bátorságát. Ugye ez a bátorságpróba abból állt, hogy már sötétedés után a vadászház közelében található fás erdős területre a zajnövényzetbe elrejtettünk plüss állatokat, amire elemlámpával vadászhattak a kisebb-nagyobb gyerekek. Nagyobbak egyesével, kettesével, a kisebbek az ilyen hármas, négyes csoportokba indultak felkutatni az állatokat. Hát azért látszott, hogy volt, aki megtalálta, és azonnal már szaladt is vissza a fénybe, ahol volt a gyülekezőhely, de a lényeg az, hogy mindenki megtalálta a neki tetsző kis plüss állatot, amit egyébként meg is tarthattak a tábor végén, illetve erről úgymond egy teríték is készült a gyerekeknek, és mindenki bemutatta, hogy milyen állatot ejtett el a zseblámpájával.
Kun Lajos vadásztársunk, aki egyébként kutyaképzéssel foglalkozik, tartott egy bemutatót a gyerekeknek a vadászkutyákról, egy előadást, és több vadásztársunk kihozta a kutyáját, hogy több fajtával is megismerkedhessenek a gyerekek. Hát természetesen a kutyák, mint mindig, a gyerekeknek nagy örömet és nagy élményt okoztak. Megfigyelhették munkaközben is, mert kimentünk egy közeli területre, ahol parancsszavak végrehajtásával bemutatták a kutyák tulajdonosai, hogy mikre képes egy vadászkutya, akár keresés, akár állás, vagy tehát, hogy mire képes a vadászat során. A terítékről még azért azt hozzá szeretném tenni, hogy a teríték készítést is bemutattuk a gyerekeknek. Olyan szerencséjük volt egyébként, hogy a tábor ideje alatt több őzbak is el lett ejtve vendégvadászok által. Így megismerkedtek a terítékkészítésnek a szakmai részével, illetve az egyik vadász társunk, aki egyébként Szolnokról volt itt, az még egy kis előadást is tartott a vadász etikáról, meg hogy milyen előírások, iratlan szabályok vannak egy ilyen terítékkészítésnél, illetve a vad elejtését követően. És ami másik nagy meglepetés volt, hogy egyik hajnalban egyik vadásztársunk egy sakált, aranysakált ejtett el a területen, ami szintén teríték elkészítése ott volt a vadászháznál, ami ott ráadásul, mivel a vadásztársunknak ez az első sakála volt, ezért fel is lett avatva sakálvadásznak, amit szintén a gyerekek láthattak, hogy ennek milyen szokásai, milyen előírásai vannak. Albert Krisztián preparátor bemutatója is biztos nagyon érdekelt a gyerekeket, hiszen láthatták őt munka közben. Ez is egy olyan programrész volt, de szerintem nagyon sok mellé el lehetne mondani, ami nagy érdeklődést váltott ki a gyerekekbe, főleg amikor látták, hogy Krisztián kikészítette a csontból készült preparátumait, az, és ugye elmondta, hogy ezzel foglalkozik, hogy hogyan került kapcsolatba ezzel, milyen módon szokta előkészíteni ezeket a kiállítási tárgyakat későbbiekben, illetve még az is, hogy utána egy éppen akkor elejtett őzbaknak a trófeájának a előkészítését is végigkövethették közvetlen közelről a gyerekek, ami tényleg egy lekötő és sikeres program volt. A gyerekek mellett a szülőknek is nagy élmény a csónakázás, de a táborozás is. Eleve az utolsó napi programot úgy terveztük meg, hogy ebédre már a szülőket is kihívtuk a vadásztáborba, a vadászházhoz, és ott már az ebédet így közösen fogyasztottuk el, illetve itt az egyik szülő egyébként felajánlott egy kézműveskedést, és ebből ilyen mindenféle ilyen ajándék tárgyak, amit a gyerekek ott gyertyából, szalvétából, fakorongokból készítettek, ami úgy gondolom, hogy későbbűen a családban egy komoly ajándék lett, egy emlékezetes ajándék lesz a szülő részére. Bár pár év kihagyás után lehetett újból megtartani ezt a tábort, de nagy élmény volt mindenkinek, így jövőre is szeretnék megrendezni a tábort a vadászok. Bukács Attilának a szervezésben, lebonyolításban Juhászné, Marázi Éva, illetve Vince Sándor segített, és tevékenyen részt vett, de több vadásztárs, szülő is vitt gyümölcsöt, ebédet, vacsorát a gyerekeknek támogatásként.